Fodrász és kozmetikai bemutatót tartottak hétfőn a Leyer City Centerben. A félnapos program céljáról és fontosságáról az egyik főszervező beszélt híradónak. Nagyon fontos az élethosszig tartó tanulás. Képezik magukat az emberek, és ha körülnézünk, akkor lehet látni, hogy a résztvevőknek a döntő többsége fiatal. Ez egy jó jel. Igény van arra, hogy az ipartestet szervezzen olyan programokat, ahol hasznosat, jót lehet tanulni, és ami gyakorlatban is lehet alkalmazni. Ez azért jött létre, hogy ténylegesen bemutassuk azt, hogy nem csak Budapesten, Győrött is vannak nagyon jó rendezvények, és nagyon színvonalas helyen. Az ipartestület mellett a Kereskedelmi és Iparkamara kézműves tagozata is szerepet vállalt a rendezvény megszervezésében. Dr. Lakatos István elnök szerint a lehetőségek az összefogásban rejlenek, hiszen közös erővel több mint 100 ember tudtak megmozgatni. Mi úgy látjuk, hogy szakmailag nagyon fontos, hogy valamilyen közös platformot hívjunk össze. Közös platform azt jelenti, hogy a jó gyakorlatokról tudjanak beszélgetni, egyáltalán ismerjék meg egymást, legyen valamilyen közös konzultáció. Ez minden szakmában fontos. Itt a szépségiparban mi a Győri Ipartestülettel fogtunk össze már több egyszer, és a jelenlegi példa azt mutatja, hogy nem hiába. A rendezők szeretnének hagyományt teremteni, ezért évente akár két alkalommal is fejlődési lehetőséget biztosítanának a megye szépségiparában dolgozóknak. Az a terv, hogy egy évben kettőt fogunk szervezni. Most azért a szeptemberre esett a választás, mert mi a szakmában tudjuk, hogy van az őszi és a téli trend, és majd a következő tavasszal lesz, amikor a tavasz-nyári trendeket fogjuk bemutatni. Az éppen aktuális trendekről egy tapasztalt fodrász mondta el véleményét híradónak. Az új trend az mindig az, amit szívesen hordanak az emberek, a hölgyek különösebben, de most már a férfiak is nagyon szeretnek divatosan frizurázkodni is, borotválkozni is, vagy hát szakállat nyiratni. Úgyhogy szerintem nincs egy kőbevésett trend, én legalábbis, én így látom. A fodrász és kozmetikai bemutatók mellett a programmal párhuzamosan lehetőség volt új szépségápolási szerek, illetve fodrász kellékek kipróbálására és vásárlására is.